Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, zsinagógáiban pedig megostroznak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor átadnak benneteket a bíróságnak, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok. Abban az órában megadatik majd nektek, hogy mit is, hogyan beszéljetek. Hiszen nem ti fogtok beszélni, hanem atyátok lelke szól majd belőletek. Halálra adja akkor a testvér a testvérét, az apa a gyermekét, a gyermekek pedig szüleik ellen támadnak, hogy vesztüket okozzák. Miattam mindenki gyűlölni fog titeket, de aki álhatatos marad mindvégig, az üdvözül. Ezek az evangélium igéi. Drága testvérek, valahogy a mai ünnep, lehetne úgy is mondani, hogy ünneprontó. A mai emlékezés, Szent István vértanúra való emlékezésünk emberileg nehezen tud oda passzolni ahhoz a születéshez, amit tegnap ünnepeltünk, hiszen ott a kicsikét a glória ott volt, a pásztorok szeretete ott volt, Mária szeretete ott volt, és ma pedig halljuk az ordítozó főtanácsnak a tagjait, szinte halljuk a köveknek az örgését, és valahogy ez a kettő nem akar összepasszolni, pedig a kettőnek köze van egymáshoz. Az egyik a földi születés, a másik pedig az égi születés. Szent István diákonusról igazából információt számunkra Szent Lukács evangélista adott, aki információi szerint tudjuk és ismerjük Szent István élettörténetét. Nem véletlenül mondjuk első vértanúnak, hiszen a történelem ismereteink alapján Krisztus után 34-ben, tehát nagyon-nagyon-nagyon hamar Krisztus halála után történt az ő vértanúsága. Egy negyedik századból, tehát nagyon korai időszakból származó tanulmány szerint azt mondják, hogy Szent István diákonus tagja volt annak a 72 tanítványnak, akik Jézus Krisztus követték, akikről Jézus Krisztus beszélt, akikről lehet olvasni az evangéliumban. Nagyon-nagyon jó látnunk, hogy és nagyon szép képet kapunk az akkori kornak az egyházáról. Arról az egyházról, amikor Jézus Krisztus gyakorlatilag fölmegy a mennybe, ott maradnak az apostolok, és elindulnak. Ennek az elindulásnak, hogy elindulnak a görögök felé, hogy ott hagyják Jeruzsálemet, és így tovább, hogy megjelenik, meghívják a görögöket ebbe az egyházba, jelzi azt, hogy az egyház már hamarosan, korán elkezdi a missziós tevékenységét, amit Jézus Krisztus ráhagyott. Tehát tanítványok nem töprengenek, nem bezárkóznak, hanem elindulnak. És ennek a missziónak van egy eredménye, és az eredménye pedig az, hogy jönnek egyre többen, és minek után egyre többen és többen vannak, ezért a tanítványok nem győzik, hogy ott legyenek az ige szolgálatánál, azaz prédikáljanak, azaz tanúságot tegyenek Jézus Krisztusról, hiszen nem csak ilyen szervezetten történik ez, mint napjainkban, hiszen templomot igazából ne keressünk. Ebben a korban nincsen még templom, hanem kis közösségekben jönnek össze, és ott beszélgetnek Jézus Krisztusról. És valahol benne van egy nagy-nagyfokú szeretet ebbe az egyházba, egy nagyon nagyfokú figyelmesség, az, hogy az emberek megvendégelik egymást. Ez az úgynevezett asztalszolgálat. És mikor kiderül azt, hogy ez nehézségekbe ütközik, kiválasztanak 7 diákonust, a diákonus maga is asztalszolgált jelent,
és ezek között van Stefanus, azaz a Szent István király, Szent István vértanú, akinek a neve valójában egy koszorút jelent, így visszafelé gondolkodva nyugodtan lehet azt mondani, a neve predestinálja őt a vértanúk koszorújára. Ez a Szent István vértanú is ott van a hét diákonus között. Amit jó látni az az, hogy az ősegyház tehát nem hagyja magára a szegényeket, hanem gondoskodik az ő szegényeiről. Más leírások, Szent Justin és más leírásokból tudjuk nagyon jól, hogy amikor vége volt egy Isten tiszteletnek, amit mi most így nevezünk, akkor egészen másként nevezték, utána a maradékot odaadták azoknak, akiknek otthon voltak rászorulói, akiknek ruhára volt szükség, ruhákat küldtek neki, és így tovább, és ebben az ősegyháznak a szeretet tevékenységét lehet fölfedezni. Úgy gondolom, hogy valahol ezt a szeretet tevékenységet végezte István is, és amikor szóvá teszik, hogy miért teszi, hogy teszi, és így tovább, amikor elkezdik kikezdeni, ha lehetne ezt a szót mondani, István bízik Jézusnak a szavába, Jézusnak a tanításában, ugyanazokat a szavakat halljuk tőle a halála pillanatában, amiket Jézus Krisztus maga is mondott. Előtte azonban, hogyha jól megnézzük, akkor a főtanácsnak a tagjai kezdik kétségbe vonni, vagy kezdik kérdezgetni. És ahogyan annak idején Jézus Krisztus is egy látomására hivatkozni, látni fogjátok az ember fiát, amint el fog jönni, és ez egy nagyon jó kapaszkodó a főtanácsnak, hogy na, akkor most Jézus keresztre feszítjünk, ugyanígy Istvánnál azt olvassuk, vagy azt halljuk, azt mondja, látom a megnyílt eget, az Istennek a jobbján pedig ott látom Jézus Krisztust. Tehát ez a látomása, ez a Krisztushoz való szeretete, a Krisztushoz való elköteleződése az, ami igazában őt a vértanúk sorába kezdi odavinni, és ezért jön össze a főtanács, hogy kifogassák, hogy megkérdezzék, hogy miért teszi azt, amit tesz. És milyen jó látni azt, hogy ez a Szent István a mai evangéliumnak a valóságát éri. Ne törjétek a fejeteket azon, mit kell szólnotok, ma atyátok lelke fog szólni, és amiket ő mond a főtanács tagjainak először talán halkan, talán szerinen, és amikor látja azt, hogy nem akarják megérteni, felemeli a hangját, és rájuk szól, hogy látom a megnyílt eget, zavarba hozza főtanácsot. Nem is tudom azt, hogy ebben a nagy zavarban hogyan történt, vagy történt egyáltalán ítélet, hirdetés, de lényeg az, hogy történt az, ami megtörtént, hogy köveket ragadtak, és pedig megkövezték Szent István vértanút. Tekintettel arra, hogy még nagyon korán vagyunk Jézusnak a mennybe meneteléhez, Szent István nyugodtan és a történelem tanulsága szerint nevezhetjük első vértanúnak. És minek után asztalszolgá volt, ezért a diákonosoknak, a ma is lévő asztalszolgáknak, oltárszolgáknak, a példaképének és védőszentjének. De azt gondolom, mindannyiunknak lehetne ő a védőszentje. Ugyanis az ő egész élete története nem más, mint egy felkészülés a vértanúságra. Tehát a testvérek, a vértanú nem úgy lesz vértanú, hogy egyik nap még pogány, másik nap pedig vértanú, hanem egy hosszú úton kell nekik végigmennie, mire megérik arra, hogy mit is jelent odaadni életemet Krisztusért. És talán a legjobb példa erre az a bizonyos Saulnak az említése, a tanúk, akik ott tanúskodnak az Istvánnak a vértanúságánál, a ruhájukat egy Saul nevű gyermeknek a lábai, fiatal lábaihoz teszik,
aki tulajdonképpen maga is menne kövezni, hiszen tudjuk azt, hogy a gyerekkorától kezdve egy elkötelezett zsidó gyerekről van szó, ez a Saul, és de nem mehet, mert ő még kicsi. És törvény nem teszi lehetővé számára, hogy menjen kövezni István. Az ő élettörténetében is, mi később tudjuk, ez a Saul, ez lesz a későbbi Szent Pál, és nekem való meggyőződésem azt, hogy Saulnak az első impulzus talán a kereszténység felé az Istvánnak a szeretetből történő életodaadása jelentette, hogy ő is elindul Krisztus felé. Az ő megtérése is igaz a damaszkoszi úton történt, de azt is azért megelőzték bizonyos események, és egy ilyen esemény volt tulajdonképpen Istvánnak a vértanúsága. Sok-sok mindent lehetne még erről mondani, vagy elmélkedni ezen. Egyrészt azért, hadd emeljem ki, legyen mindannyiunk számára ez a történet, hogy István példája Sault elindítja a kereszténység útján, a mi számunkra egy erő. Amikor úgy tűnik, hogy nincs értelme jónak lenni, ami úgy tűnik, hogy senki nem figyel ránk, ami úgy tűnik, hogy kinevetnek bennünket, hogy és lehetne folytatni, jusson eszünkbe azt, hogy igazából Istvánt is majdhogy nem kinevették, sőt rosszabb történt, üldözték és megkövezték. És az ő példája elindított egy új szentet. A mi élet példánk is elindíthat, ki tudja azt, hogy hány és hány szentet. És ne feledjük azt, hogy egyre inkább egy olyan korban élünk, amely korban maga a keresztény üldözés is kezd divattá válni. Azt hittük annak idején, amikor a szocializmusban éltünk, hogy na, most van keresztény üldözés. Kiderült azt, hogy nem, van sokkal, de sokkal nehezebb korszak, ami még előttünk van, de tudnunk kell, hogy a vértanúknak a sora az nem fejeződött be. A vértanúknak a sora most is folytatódik, akik életüket adják Krisztusért. Másrészt pedig, amit szeretnék még kiemelni, amikor az Anyaszent Egyház egy-egy szentet állít elénk, akkor nyilván ezt nem csak azért teszi, hogy megismerjük az élet történetét, hanem azért, hogy tanuljunk tőle. Amit szeretnék tanulni mindenképpen Szent Istvántól, az első a bátorság. Az a bátorság, hogy még akkor is, hogyha teljesen egyedül van, teljesen magára hagyatva, ő akkor is vállalja azt, hogy én Krisztushoz tartozom. Én valahol letettem a voksomat Krisztus mellé, és kerül, amiben kerül, én ott is fogok maradni. Ezt a bátorságot szeretném megosztani önökkel, és magamnak is szeretnék Szent Istvántól bátorságot kérni, hogy amikor azt látom, hogy a másik tábornak mekkora óriási nagy hangja van, biztos mindannyian tapasztaljuk azt, hogy a médiától kezdve mindenfelé az a tábor, aki nem Krisztus párti hangoskodik, legalább legyen annyi erőm és bátorság, hogy elmondjam azt, hogy nem egészen így van. Még hogyha nem is bántam őket, hanem szeretettel, ahogyan Szent István tette, de merje mondani azt, hogy van egy másik oldala az értékeknek, van egy másik oldala a világnak, amit ti nem akartok elfogadni. De én tudom, hogy az igazság ezen az oldalon van. A másik, amit szeretnék tanulni Szent Istvántól, az pedig, hogy az Isten kapcsolat. Szent István soha nem lett volna vértanú, hogyha Jézussal való kapcsolata nem lett volna egy élő kapcsolat. Nem csak annyi, hogy látta a Jézusnak a csodatetteit, hiszen ott volt nem egy és nem két beszédét hallotta Jézusnak, hanem egy nagyon intenzív kapcsolatban volt az ima életében az Istennel, és ezt a kapcsolatot, ezt szeretném én is eltanulni tőle, hogy nem fáradok bele az imádságban. A harmadik, amit szeretnék tőle mindenféleképpen megtanulni, ez pedig a szolgálat. Szent István vállalta a szolgálatot. Nem pöffeszkedett, ha én is szeretnék inkább az ige hirdetésnek szentelni az életemet, hanem amennyiben a szolgálatra osztottak be, akkor én szolgálok. Hiszen a szolgálatra éppen úgy szükség volt abban a korban és ma is, mint az ige hirdetésre.
és ma is hány és hány szolgálatnak van helye az egyházban, keressük meg a magunk helyét, keressük meg azt a szolgálót, ami legjobban megfelel a mi számunkra, hogy ezzel is tudjuk építeni egyházunkat, és ezzel is épüljön a mi közösségünk, és az egész Isten országa is. Amen.